9. alkalommal rendezték meg a Ments Életet Közhasznú Alapítványi Napot a Domonyvölgyben, a Lázár Lovas Parkban. Az esemény célja, hogy a daganatos betegségben szenvedő, vagy ezekből kigyógyult gyerekek álmait megvalósítsák. Interaktív feladatokkal, arcfestéssel és állatsimogatással várták ma a gyerekeket a 9. Ments Életet Alapítványi Napon a Domonyvölgyi Lázár Lovas Parkban. Fodor Attila, a Ments Életet Alapítvány jószolgálati nagykövete azt mondta híradónknak, hogy ez az esemény is megmutatja, hogy a beteg gyerekek mellett állnak és segítenek nekik. Sok éves hagyománya van a Domonyvölgyi rendezvénynek, a Ments Életet Alapítvány időről időre meghívja azokat a családokat, azokat a gyermekeket, akik az alapítványhoz tartoznak, és akik számára nagyon fontos az, hogy ilyenkor együtt legyünk. Az eseményen azok a gyerekek játszanak, akik már túl vannak a kórházi nyomasztó napokon, mondta Mikola József, a Ments Életet Alapítvány elnöke. Körülbelül 600 gyermek tartozik az alapítványnak a vonzás körzetébe. Ők nem mind csontvelő transzplantáltak, körülbelül a kétharmada leukémiás, cisztás, fibrózisos, illetve SNA-s és egyéb súlyos betegségben küzdő, vagy betegsége küzdő, de már azt mondhatjuk, hogy gyógyult gyermekeknek számítanak. A transzplantált gyermekeknek különösen fontos, hogy érezzék a legnagyobb szeretetet. Én ezt a rendezvényt már 7 éve vezetem, és minden alkalommal megtanulom a gyerekektől a legnagyobb tanítást, a legnagyobb leckét. Palotai Zsuzsanna kislánya Szabina leukémiában szenvedett, de már meggyógyult, most először vannak itt. Nagyon tetszik a lovacskák, maga az egész terület, minden. Nagyon tetszik nekem a lovacskák. És a programokról mit gondolsz? Nagyon jók. Melyik a kedvenced? Mindegyik. A Ments Életet Közhasznú Alapítvány már 11 éve segíti a daganatos betegségben szenvedő vagy ezekből gyógyulókat abban, hogy a nyomasztó kórházi napok után vidáman és önfeledten tudjanak játszani.